Sziasztok! Elérkeztünk az év utolsó videójához, ami talán nem is lehetne más, mint a 2016-os kedvenceim. Ebben az évben nem volt minden hónapban havi kedvences videó, egyszerűen nem láttam értelmét, hogy minden hónapban csináljak ilyet, mert nem is voltak minden hónapban újdonságok, amiket be tudtam volna mutatni nektek, viszont az éves kedvenceket semmiképpen nem szerettem volna kihagyni. Nem lesznek minden egyes kategóriában kedvenceim, most tényleg csak azokat mutatom meg nektek, amiket igazán szerettem, illetve a termékek között vannak olyanok is, amiket nem használtam egész évben, viszont a többi hasonló termékhez viszonyítva azt az adott dolgot szerettem meg a leginkább, úgyhogy nem is húzom tovább a szót, nézzük a 2016-os kedvenceimet. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, és ez a leges-leges legnagyobb kedvencem, az nem más, mint ti vagytok, ugyanis nemrégiben elértük a 20 000 feliratkozót itt a YouTube csatornámon, amiért végtelenül hálás vagyok, és nagyon-nagyon szépen köszönöm nektek, hogy ilyen örömet okoztatok, mert annyira szerettem volna, hogyha évvégéig elérjük ezt a bűvös 20 000-es határt, és ez megtörtént. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy követtek, néztek, kommenteltek, mindig lelkesek vagytok, úgyhogy remélem, hogy ez 2017-ben is így marad. De akkor most térjünk rá a tényleges szépségápolási kedvencekre. Kezdem a hajápolási termékekkel. Samponok és balzsamok közül igazából nem tudnék úgy egyet kiemelni. Több jó sampont és balzsamot is használtam 2016-ban, de nem volt egy olyan sem, ami úgy nagyon kiemelkedett volna a többi közül. Viszont van néhány másik hajápoló, amiről mindenféleképpen szeretnék beszélni. Az egyik az a Matrix Turbo Dryer hajszárító spray, aminek tulajdonképpen annyi a lényege, hogy felgyorsítja a hajszárítás folyamatát. Nálam ez mindig egy ilyen macera, hihetetlenül finom, kicsit ilyen parfümös illata van, és abban is segít, hogy ne legyen annyira szöszölődős meg szálló a haj, úgyhogy én ezt most már használom jó ideje, és nagyon-nagyon szeretem. A másik kedvenc hajápoló termék, amiről már szintén volt szó több helyen is, az a Mix Nature hajmaszk, amit én saját magam állítottam össze, vagyis én alkottam meg tulajdonképpen ezt a hajmaszkot, hiszen én válogattam bele az összetevőket, és azt kell mondanom, hogy nagyon jól sikerült, ugyanis elképesztően puha és bársonyos lesz tőle a hajam, nagyon szép, fényes, jól kezelhető, nagyon egyszerű a használata, törölköző száraz hajra viszek fel belőle, így a hajnak az alsó körülbelül egy harmadára, és akkor rajta hagyom körülbelül egy 10 percig, utána leöblítem, és tényleg egyszerűen álom tőle a hajam. És a harmadik dolog, amit nagyon szerettem ebben az évben, az a Dove Advanced Hair Series Regenerate Nourishment Serum in Oil, tehát ez egy ilyen szérumolaj tulajdonképpen, ami károsodott és töredezett hajra való. Nagyon szép, fényes és puha lesz tőle a hajam, hogyha vannak ilyen kis szállóhajak, meg babahajak, akkor azokat is néha ezzel szoktam lesimítani, és hát nagyon sokszor használtam már, és nézzetek, hogy alig hiányzik még belőle, pedig tényleg rendszeresen használom, szóval nagyon sokáig elég egy ilyen kis flakon. Térjünk akkor rá a testápolásra, illetve egy ilyen kis átvezetőként a parfümökre. Két illat van, amiről szeretnék beszélni nektek. Az egyik az a Paco Rabanne Olympia, illetve ez pontosabban az Olympia Aqua, de a két illat nagyon hasonló, és én mindkettőt nagyon-nagyon-nagyon szeretem, egyszerűen bele vagyok szerelmesedve az illatba. Ez talán inkább egy kicsit ilyen tavaszi nyári illat, legalábbis én annak mondanám, bár én nem feltétlenül kötöm évszakhoz a különböző illatok, illetve parfümök használatát, de ez talán inkább egy ilyen virágosabb, gyümölcsösebb, édesebb illat, hihetetlenül tartós, tehát ezt, hogyha reggel magamra fújom, ezt még este is érzem, tehát tényleg nagyon sokáig tart. Úgyhogy ezt nagyon sokat használtam az évben, el is fogyott egyébként az Olympiából egy üveggel, ez már az Olympia Aqua, de ebből sincsen már túl sok. A másik pedig, amit az év második felében ismertem meg, az a Zadig & Walter This Is Her nevű parfüm, ami egyszerűen annyira, nem is tudom, számomra szokatlan illat, soha nem szagoltam még ilyesmit előtte, de azonnal beleszerettem gyakorlatilag. Ez inkább egy ilyen őszi-téli illat szerintem, eléggé intenzív, ez is édeskés, de
gesztenyét is lehet érezni benne, amitől hihetetlenül különleges számomra, és talán emiatt is mondanám rá azt, hogy inkább egy ilyen őszi-téli illat. Írtam róla egyébként a blogon is, hogyha valaki így illatjegyeket szeretne olvasni, mert ezekkel most így nem akarlak untatni titeket, de egyszerűen csodás ez az illat. Térjünk akkor rá tényleges testápolási termékekre. Tusfürdők közül igazából rengeteg különböző félét használtam az év során, ezeket általában csak így random veszem, viszont van egy termékcsalád, amihez időről időre visszatérek, ez pedig a Dove Nutrium Moisture krém tusfürdők, most éppen ez a Deeply Nourishing verzió van itthon, de gyakorlatilag mindegyiket kipróbáltam már, és mindegyiket imádom. Nagyon sűrűek, krémesek, kevés is elég belőlük, jól habzanak, jól tisztítanak, és nagyon fontos, hogy egyáltalán nem szárítják a bőrömet, sőt inkább hidratálnak, és tényleg nagyon fincsi illatokban lehet kapni, úgyhogy ez nagy kedvenc nálam. Ha nemcsak az emlékezetem, akkor a most következő két termék már a tavalyi éves kedvencek között is szerepelt, de idén sem tudta őket semmi letaszítani a trónról. Persze próbáltam más hasonló termékeket is, de még mindig ez a kettő a top nálam, mégpedig a The Body Shop Spa of the World afrikai Ximénia testradír, illetve a japán kamélia krém. Ezeket, amikor használom, tényleg olyan érzésem van, mintha egy spában lennék, mert annyira kényeztető illatuk van, és hát a testradír az egyszerűen hihetetlenül jól radíroz, és annyira sűrű és gazdag textúrája van, hogy még testápolót sem kell igazából használni utána, tehát egyáltalán nem szárítja a bőrömet, és nem is húzódik utána, de mégis nagyon-nagyon hatékonyan radíroz, és tényleg egyszerűen annyira finom illata van, hogy nem tudok betelni vele, és hát hasonlóakat tudok elmondani erről a japán kamélia krémről is. Ezt inkább talán azoknak tudnám ajánlani, akiknek szárazabb a bőrük, illetve így a hidegebb hónapokban, mert hogy azért ez egy eléggé gazdag krém, de én úgy vettem észre, hogy nagyon gyorsan beszívódik, tehát én még simán nyáron is használtam, hogyha úgy éreztem, hogy szárazabb a bőröm, és nagyon érdekes, kicsit mintha ilyen habos textúrája lenne, és isteni finom, ilyen virágos illata van, úgyhogy ezt is nagyon imádom. Akkor jöhetnek az arcápoló termékek, itt is van két olyan dolog, ami lehet, hogy már a könyökötökön fog kijönni. Az egyik ugye a Garnier Essential Sensitive nyugtató tonik vitaminnal, a másik pedig a Garnier micellás víz 3:1-ben, ez az érzékeny bőrre való verzió. Próbáltam több hasonló terméket is, de igazából nekem ez a kettő az, ami teljesen bevált árérték arányban. Egyáltalán nem irritálják a bőrömet, jól tisztítanak, úgyhogy tényleg semmi rosszat nem tudok mondani róluk, úgyhogy nem tervezem, hogy lecserélem őket. Nagy-nagy örömömre szolgál, hogy idén egy kedvenc arcradír is bekerült az éves kedvenceim közé, ez pedig a Fee Mandala Gyengéd arcradír, amiről szerintem már elmondtam, hogy a csomagolását nagyon-nagyon nem szeretem, de ami benne van, az egyszerűen tökéletes. Ilyen nagyon-nagyon finom, radírozó részecskék vannak benne, mert hogy nem feltétlenül mondanám őket szemcséknek, de ez tökéletes az én érzékeny bőrömre, mert egyáltalán nem karcolja, mégis nagyon hatékonyan eltávolítja ezeket az elhalt, száraz részeket, és valami hihetetlenül puha és ragyogó lesz utána a bőröm. Akinek érzékeny bőre van és egy jó kis arcradírt keres, az mindenféleképpen próbálja ki ezt, mert tényleg szuper. És végül a kedvenc arckrémem, ami lehet, hogy már kitaláltátok, nem más, mint a L'Occitane Peóniás bőrtökéletesítő arckrém. Ez egyszerűen csoda, tényleg csak szuperlatívuszokban tudok beszélni róla, mert hihetetlen, amit a bőrömmel művel. Ilyen nagyon kis, visszafogott, természetes illata van, egyáltalán nem zavaró vagy bántó, legalábbis nekem nincs vele gondom, de nagyon puha lesz utána a bőröm, és én úgy vettem észre, hogy tényleg javított a bőrképemen úgy összességében. Nagyon hamar beszívódik, imádok rá sminkelni, szóval tényleg csak jókat tudok mondani rá. Térjünk akkor rá sminkekre, először is az arcsminkekkel kezdem. A kedvenc alapozóm idén a Revlon Color Stay alapozó, ez a kombinált és olajos bőrre való változat a 220-as Natural Beige árnyalatban. Én amikor először kipróbáltam ezt, picit megijedtem, hogy vajon jó lesz-e nekem ez a kombinált, illetve olajos bőrre való verzió, mert hogy igen, kombinált a bőröm, de olajosnak azért egyáltalán nem mondanám, tényleg csak itt a T-zónában szokott átfényesedni, télen meg aztán inkább száraz, de még most is simán tudom használni, mert egyszerűen annyira jó a textúrája, hogy tökéletesen passzol a bőrömhöz, beleolvad, egyáltalán nincsen maszkhatás, nagyon szép a fedése, nagyon kényelmes viselet,
A finisét azt nem is tudom, hogyan határoznám meg, abszolút természetes, tehát nem mondanám se matnak, se fényesnek, olyan pont jó. Kedvenc korrektorom, amit az év második felében fedeztem fel, az Avon Ideal Flawless Matte Liquid Concealer, ez a fair árnyalat, és nagyon-nagyon szeretem itt a szem alatti részen használni, mert hogy nagyon krémes textúrája van, nagyon jól el lehet oszlatni, nem ül bele a ráncokba, és hihetetlenül jó fedése van, annyira keveset kell használni belőle. Emlékszem, hogy amikor így az elején elkezdtem használni, általában mindig túlzásba estem vele, és túl sokat tettem fel, mert nem tudtam megszokni, hogy ebből tényleg nagyon kevés kell, mert annyira jó fedése van, úgyhogy ez egy szuper korrektor. A kedvenc bronzosítóm idén egy olyan termék lett, ami sajnos nem kapható nálunk, de egyszerűen nem hagyhattam ki ebből a videóból, mert amióta megvan, azóta gyakorlatilag csak ezt használom bronzosításra, és ez teljes szerelem nálam. Ez a Physicians Formula Butter Bronzer nevű bronzosító. Az Amazonról rendeltem, de az iHerb-ön is lehet egyébként kapni, amikor éppen nem sold out, mert hogy ezt viszik mind a cukrot. Tehát, hogy nagyon-nagyon népszerű ez a bronzosító. Az egyetlen picit zavaró dolog talán benne, hogy eléggé erős ilyen pinyakoládá illata van, ami számomra egy picit indokolatlan, de amúgy viszont annyira tökéletes, mert nem mondanám sem matnak, sem fényesnek, valahol így a kettő között, de ilyen nagyon-nagyon természetes hatás lehet vele elérni, nem narancssárgás, pont jó az árnyalata, tökéletes arra, hogy egy kicsit felmelegítsük vele az arcot, és annyira jól eloszlik, szinte beleolvad a bőrbe, hogy szerintem nem lehet hibázni vele, amikor ezt használja az ember. Idén rengeteg pirosítót kipróbáltam, mondhatni, hogy ez a pirosítók és a highlighterek éve volt nálam, viszont volt egy, ami egy kicsivel kiemelkedett a többi közül, és ez nem más, mint a Clinique Cheek Pop pirosító a 01-es Ginger Pop árnyalatban. Nem az a brutálisan pigmentált pirosító, hanem kell egy kicsit építgetni, de annyira gyönyörűen olvad bele a bőrbe. Tehetitek, próbáljátok ki, érdemes akár ilyen kuponos napokon beszerezni, mert tényleg egyszerűen hihetetlenül gyönyörű ez a pirosító. Van egy enyhe fénye is egyébként, olyan egészséges ragyogást ad, szóval ilyen. És ha már a highlightereket említettem, természetesen itt van kettő, az egyik egy olcsó verzió, a másik pedig egy drágább. A drágább az a MAC Soft and Gentle Mineralized Skin Finish, ez inkább egy ilyen melegebb tónusú. A másik pedig a Catrice High Glow Mineral Highlighting Powder, ez a 010-es Light Infusion. Ez inkább talán hidegebb fényű, láthatjátok is, hogyha így egymás mellé teszem őket, de mindkettőt imádtam és nagyon sokat használtam az év során, mind a kettőnek gyönyörű fénye van, nincsenek benne csillámok, és tényleg annyira ragyogóvá teszik a bőrt, hogy én teljesen rá vagyok kattanva a highlighterekre. Nem mondom, hogy nem teszem ki a lábamat a házból highlighter nélkül, de ha valahol meg kell jelenni, akkor azért úgy teszek fel rendesen. A szemsminkek közül nagy kedvenceim voltak idén a különböző ilyen szemfesték stiftek. Itt van Love Cosmetics-es, Kiko, Pupa, igazából így márkára való tekintet nélkül nagyon szerettem ezeket használni. Nagyon tartósak, rengeteg különböző színben lehet őket kapni, és tényleg annyira praktikus és egyszerű a használatuk, hogy ennél jobbat el sem tudok képzelni anyukaként. Szempillaspirálok közül rengeteget próbáltam idén, de volt egy, amire én azt mondanám, hogy ide tartozik az éves kedvencekbe, és ez nem más, mint a Catrice Glamondol False Lashes szempillaspirál, aminek szilikon kefélye van, és ez azért meglepő, mert én általában jobban szoktam szeretni a hagyományos kefélyű szempillaspirálokat, de ennek ilyen banán alakú szilikon kefélye van, gyönyörűen elkapja a szempillákat, kiemeli őket, dúsítja őket, nem tapasztja össze őket, nem pereg, nem maszatolódik, szóval tényleg tökéletes ez a szempillaspirál, és hát nem is tudom, mennyibe kerül, 1000-valahány száz forint talán, szóval azt gondolom, hogy árértékarányban nagyon jó. Szemöldök formázók közül azt hiszem maradt ugyanaz a kedvencem, mint ami tavaly is volt, csak most egy kicsit megváltozott a csomagolása. Ez a L'Oréal Brow Artist Plumper. Ez egy ilyen kis kefés szemöldökformázó. Ez ugye egyrészt rögzíti a szálakat, másrészt fel is tölti a szemöldököt, illetve színt is ad. Szóval tényleg nagyon egyszerű, gyors és praktikus a használat, úgyhogy nálam ez a legjobb. A miláni szemhéj alapot egyelőre semmi nem tudta letaszítani a trónról, egyszerűen ennél jobbat én még nem találtam, és ezt a kis tubust én már nem is tudom mióta használom, és még mindig van benne, és még mindig ugyanolyan jól tartja a szemfestéket.
Aki még nem próbálta ki és keres egy jó személy alapot, annak mindenféleképpen tudom ezt javasolni, mert tényleg nagyon-nagyon kevés elég belőle, nagyon sokáig elég, és tényleg biztosan tartja a szemfestéket egész nap. Volt azért egy krémes szemfesték, amit rengeteget használtam ebben az évben, ez pedig a Maybelline Color Tattoo, egy nálunk sajnos nem kapható árnyalatban, amit nagyon-nagyon sajnálok, hogy még mindig nem hozták be ezeket a matt színeket, mert hogy ez a Creme de Rose árnyalat, ami egy ilyen piszkos rózsaszín. Ennek fedése is van, tehát a kis ereket el tudja fedni a szememen. Önmagában is nagyon szeretem használni, de akár szemhéj alapként is. És nagyon remélem, hogy hát a 2017-ben végre behozzák ezeket a matt árnyalatokat, de addig is, hogyha olyan helyen jártok, ahol lehet kapni ezeket, akkor mindenféleképpen nézzétek meg, mert tényleg nagyon szuperek. Szemfesték paletták közül pedig ezt a két Zoeva palettát szeretném kiemelni, amikről talán méltatlanul keveset beszéltem ebben az évben, pedig egyszerűen annyira tökéletesek ezek a paletták. Ez a Cocoa Blend paletta van meg tőlük, a másik pedig a Mixed Metals, ami egy picit színesebb talán, de igazából bármelyik palettájukkal itt szembe találkozom interneten, videóban, blogbejegyzésben, bárhol, mindenhol mindenki ódákat zeng róluk, mert hogy elképesztően jól pigmentáltak, gyönyörűek a színeik, bársonyos az állaguk, tartósak, szépen lehet satírozni őket, tehát hogy így nem tudok egyszerűen rosszat mondani rájuk. Aki szeretne színmintákat látni ezekhez a palettákhoz, annak beteszem majd a videó alá a blogbejegyzést. Egyértelműen ezek voltak a legszuperebb paletták, amiket kipróbáltam ebben az évben. A végére már csak három ajaktermék maradt, az egyik az az Elf ajakradír, amit mindenféleképpen meg akartam említeni ebben a videóban, mert ez a legszuperebb ajakradír, amit valaha próbáltam. Láthatjátok, hogy ilyen kis rúzs kiszerelésű, ami szerintem baromi praktikus, és tényleg nagyon hatékonyan radíroz, imádom, szeretem, nagyon örülök, hogy erre rátaláltam. A másik pedig két matt ajaktermék, azért mondom így, mert hogy nem teljesen matt a finisük, de hát talán ilyen szatén mattnak mondanám, vagy bársonyos mattnak, nem is tudom, de nagyon-nagyon szeretem mindkettőt. Az egyik az a Clinique Pop Matte Rouge, a 01-es Blushing Pop árnyalatban. Ez van most az ajkaimon is, tökéletes a színe, tökéletes az állaga, nagyon-nagyon krémes. Egyáltalán nem kényelmetlen viselet az ajkakon, nem szárít, egyszerűen isteni ez a rúzs, és gyönyörű színekben kapható. Nekem van még egy másik szín is, ami egy ilyen élénk piros árnyalat, de ez igazából, ez a szín, ez én vagyok, és imádom. A másik pedig szintén egy hasonló árnyalat, ez a The Body Shop Matte Lip Liquid a Nairobi Camellia árnyalatban. Ez egy ilyen matt ajakrém tulajdonképpen, nagyon hasonló a színe ehhez, mint ami most is az ajkaimon van, talán egy picit rózsaszínesebb, de ennek is nagyon szuper az állaga, mert nagyon jól el lehet oszlatni az ajkakon. Nem szárad teljesen matra, de én ezt egyáltalán nem bánom. Nagyon kényelmes viselet. Tudjátok, nincs az az érzés, mint amikor felkel az ember egy ilyen nagyon matt ajakrémet, hogy így összecuppar a szája. Na, ennél egyáltalán nincs ilyen. Ezek voltak az én 2016-os kedvenceim. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hogyha van a termékek között olyan, amit ti is próbáltatok és nagyon szeretitek, akkor mindenféleképpen írjátok meg kommentben, és ne felejtsétek el lájkolni ezt a videót, valamint feliratkozni a csatornámra, hiszen akkor mindig időben értesülhettek az új videókról. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, illetve hogy velem voltatok 2016-ban. Legyen szép napotok, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!